Szép jó napot kívánok mindenkinek, Bertics Kinga vagyok. Önök a Konyhasó adását látják. A mai vendégem nem más, mint Bágyó Karcsi. Szia Karcsi, hát először Szia. Is üdvözöllek a műsorba. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm eljöttél. A meghívást, megtiszteltetés számomra. Hosszú utad volt. Hát egy kicsit, reggel olyan 7 és fél óra. Amúgy jól jöttél, minden rendben volt. Minden tökéletes volt, ideért havazás volt, napsütés, minden. Havazás? Minden. Tényleg volt havazás? Hát egészen Szilágy megyéig, tehát keményen havazott az éjszaka. Az jó. Igen. Na, hát én olyan izgatott vagyok, mondta, te is Facebookon láttam. Mit hoztál nekünk, mit főzöl? Mit főzök? Hát ugye, mihogy Sepsiszentgyörről jöttem, úgy gondoltam, akkor legyen autentikus a hozott étel. Ugye a lovagrendnek, a szabadtűzi lovagrendnek köszönhetően olyan hagyományos ételek híve vagyok nagyon. Igen, ezért tudjuk. Gondoltam, hogy hozok két-három szék ételt. Az egyik a tokányleves, ami közkedvelt háromszéken, a második pedig a háromszéki pogácsa lesz hozzá. Háromszéki pogácsáról azt érdemes tudni, hogy régen a háromszéki pogácsát kenyér helyett is fogyasztották. Gyorsan megvan, nagyon egyszerűen elkészül, pillanatok alatt is, mint kenyérpótló fogyasztották a háromszéki emberek. Igen, és ahogy láttam a receptet, nem is kell bele élesztő. Nem, nem kell bele élesztő, látni fogjuk egyszerű. Nem kell sokat dagasztani. Nem kell sokat, így van. Én szeretem egyébként az egyszerűen készíthető ételeket. Nagyon sok étel van a kedvenceim közt, ami például kevés alapanyaggal készül is. Fűszerekből sem szeretek túl sokat használni, nem minden ételhez. Adja ki az alapzamatát az adott ételnek. Látják a kedves nézők is, hogy egyformában vagyunk költözve. Persze, nekem nincs az a zöld zsűris. Még nincs, de lesz. Igen. Magyarázz egy kicsit a lovagrendről. Én mikor? 2-3 hete voltam Szentgyörgyön, akkor avattak lovaggá. És hadnagyjá. És hadnagyjá aztán. Hadnagyja, igen. Van. Így van. Hát körülbelül 3-4 hete volt az már. Aztán, vagy lehet több is. Van a háromszéki gasztrofesztiválokon, Sepsiszentgyörgyön, ugye kolbászparádi kámposzta fesztivál volt, és azt megelőző nap, pénteki nap volt a szabadtűzi lovagrendnek az avató ceremóniája Sepsiszentgyörgyön, egy évben kétszer van. Azt érdemes tudni a szabadtűzi lovagrendről, hogy ez közel 8 éves múltra tekint vissza. Ugye az anyaországban, tehát Magyarországon nagyon sok lovagunk van, de ami számunkra kellemes, hogy Erdélyben most már sokkal több lovag van, igen, mint Magyarországon, és az a megtiszteltetés érte az erdélyi szabadtűzi lovagrendet, hogy önálló rendként működhet, megkaptuk a jogosítványt a magyarországi nagymestertől. Tehát itt Erdélyben a nagymesterünk a Vajda Lajos, én pedig a főkancellárja vagyok az erdélyi rendnek. Egy befogadó lovagrendről van szó, tehát nálunk tag lehet olyan is, aki hív a gasztronómiának, de nem végzett szakács. Bárkit szívesen fogadunk a lovagrend soraiba. Közel 150-180 taggal rendelkezünk most már. Egyre többen csatlakoznak, román ajkúak, szászok, tehát itt Erdélyben is. Ezt akartam kérdezni, hogy eleinte Székelyföldön voltatok csak, ugye? Ha jól tudom, igen. És akkor most már Szatmár környezőbb, Brassóból azt hiszem, Brassó, hogy voltak. Így van, Segesvár is jön, ők is csatlakoznak, tehát kapitánysággal, tehát hierarchikusan működünk. Most már közel a 8 kapitányságot és főkapitányságot tudunk megszámolni, illetve a mai naptól ugye a szatmári kapitányság is, bízunk benne, hogy összejön és alakulni fog. Igen. Egyébként a nevében még annyit a lovagrendről, hogy benne van egy szabadtűzi lovagrend, igen, tehát elsősorban a szabadtűzi sütés-főzésnek vagyunk a mesteri és hívei. Különböző fesztiválokat szerveztek, a hagyományt próbáljátok terjeszteni, ugye ez az alapja az egésznek, hogy minél több tradicionális ételt ismerjenek meg az emberek a fesztiválok által. Így van, tehát a szabadtűzi lovagrend tagjai, önállóan a kapitányságok is, valamint a vezető is, rengeteg gasztrorendezvényt szervezünk, aktívan veszünk részt, akár mint versenyzők, de nagyon sokszor mint zsűritagok, ugye? Igen. Ez igen. Is azt jelenti többek között. Hát én várom, hogy menjek. Nagyon sokat zsűrizünk is. Ez a számomra egy nagyon érdekes tanulság volt. Én nagyon régóta főzök, imádom a konyhát,
és a konyhába számomra nincs lehetetlenség, viszont nagyon megváltoztatta a konyhához való viszonyomat a zsűriképző, az amikor elvégeztük. Uh-huh. Ugyanis teljesen más szemléleten nézek azóta az ételekre, másképp közelítem meg, mondhatom azt, hogy sokkal nagyobb tisztelettel fordulok az ételek felé. Ezt szépen mondtad, igen. Jól van. Hát kezdjük el az ételünket is, amit nagyon szívesen hoztál nekünk. Én ma kiskukta leszek, így hogy te viszed az egészet. Én most pihenek, esetleg a gondolod szeletelek, aprítok. Jó, nekem az a mániám, hogy általában én szoktam mindent, ha én főzök, szeletelni. Ismerős. De mi, hogy ilyen lelkesen felajánlottad, válasszál a paprikát, vagy a hagymát választod? Hát választom én a hagymát. Én vagyok a házi asszony. Maradok én a hagymánál, és akkor marad nálad a paprika. Jó? Jól van. Ehhez a mennyiséghez, tehát ez körülbelül olyan 60-70 deka lehető összmennyiségben, ugye a sonkát nézzük is, a húst, tehát ehhez elég lesz egy megtermett fejhagyma is. A tokányleveséről azt kell tudni, hogy az alapja igazából egy pörkölt lesz, tehát nagyon egyszerű elkészíteni. Igazából a csalafintaságok a végén jönnek majd a fűszerezésbe, az ízesítésbe, tehát amit én szeretek, amikor egy pörköltet készítek, hogyha a hagyma, a paprika, a hozzávalók azok nagyon apróra válnak vágva, egy paprika a legnagyobb, az elég lesz. Jó. Nagyon apró kockára kérem tőled. Jó, brunoire. ahogy az iskolában mondanánk. Igen. Jó, hát ezt ide mellém pucolom. Minél apróbbra vágjuk, annál jobban szét fog menni. Jó, amúgy nagyon jó hír volt, hogy ilyen székely, tradicionális ételeket főzünk. Én annyira nem vagyok otthon. Miben? Az ilyesmiben. Hát most oké, én is meg tudok csinálni egy krumplilevest, egy passzullevest, egy ilyen gulyást, egy olyan gulyást, de ezt úgy hiányolom, hogy azokat az ételeket, amiket mamától megtanultam, azokat készítem, mert ugye kell készíts otthon, de viszont annyira nem vagyok otthon a hagyományos ételekhez visszatérve, azt érdemes róla tudni, és ezt mindig elmondom mindenkinek, hogy ha olvas vagy lát egy receptet, sokan, főleg a kezdők, azok kétségbeesnek, hogy ja Istenem, valami nincsen, vagy kevesebb van, hogy elég szabadon variálhatók az összetevők, úgyhogy ha valakinek véletlen valami hiányzik, kreatívnak kell lenni, hogy ki lehet hagyni, és lesz belőle egy saját étel. Igen. Ugye nekem a receptkönyvemben is nagyon sokszor úgy van, ahogyan én készítem, pont azért, mert gyakran térek el az eredeti receptektől. Mi is improvizáltunk, nekem nem volt tárgyanyecetem, ugye? És akkor már hirtelen lett is. Lett is, így van. Az ember kreatív lesz, ecetbe egy kis tárkonyt teszünk, és akkor rögtön megvan a tárkonyos illat. De nagyon jó illata van. Zsírral főzünk. Zsírral. Ha már főzünk, akkor hadd reklámozom a disznózsírt. Nagyon sok ember puffad, ugye nehezen emészti ételeket. Bármilyen furcsa, nagyon sokan azért emésztik nehezen az ételeket, mert mindent olajjal főznek. Az olaj az rátapad a bélfalra, a gyomorfalra, nincs emésztés, csak rothadás. És emiatt van a puffadás is. Viszont a disznózsír az könnyedén felszívódik, megtörténik az emésztés, és azok, akik elkezdenek disznózsírral főzni, tévhitekkel ellentétben a disznózsír az nagyon egészséges, azoknál nincs puffadás, nincs befögés, stb. Tehát sokkal jobb a közérzet is. Igen. A másik, hogy az íz. Hát igen, az nem helyettesíthető. Én szeretem az olajokat is, természetesen a salátáknál, vagy olyan ételek vannak, de a hagyományos ételeknél én mindig kizárólag a disznózsírt, főleg a saját sütési disznózsírt. Én azt mondom, hogy míg a zsír az forrósodik, én addig feldarabolom a húst. Azt is te? Jó. Megengeded? Hogyne. Mondanám, hogy nem rontom el a manikűröm, de hát ez a manikűr, ami nálam van. Láttam a körmödet, és egy kicsit védeni akarom.
Jó. Akkor cseréljünk helyet. Jó. Jó. Közben én itt megkavargatom, jól már érzem az illatát. A lényeg az egészben, hogy a pörkölteknél, gulyásoknál a hagymát, a paprikát, azt mindig forró zsíradékba kell tenni. Sokan elkövetik azt a hibát, hogy hideg zsírba teszik vele, és akkor a levesbe is olyan darabosan lesz benne. Nem ugrik széjjel. Igen, de viszont vannak ételek, amikor jobb, hogyha hidegen, nem hidegen, de langyosan teszed bele az olajba. Melyik olajba? Igen. Melyik ételnél és miért? Hát például a fokhagymát, akkor nem kapódik oda, vagy nem... Hagymáról beszélünk, nem a fokhagymáról. Ja, jó, zöldségekről. Nem, csak a hagymáról, hagymáról beszélünk. Tehát amikor a pörkölt alapot, vagy gulyás alapot készítünk, akkor a hagymát mindig nagyon forró zsírba tesszük bele. És a babérlevéllel egyszerre. Igen, mert kiadja a zillóolajokat. Van egy tévhit, ami szintén tévhit a konyhában, és sajnos ez a szakácsok között is, hogy babérlevelet mindig a végén teszünk. Én a száraz fűszereket én kétszer szoktam tenni az ételbe, egyszer az elején a zsíradékba teszem, annak az a magyarázat, hogy ki az ízanyagokat fogja az olaj, a zsíradék kiolvasztani, és a végén az illó olajok miatt, a végén még szoktam beletenni egy keveset. Igen. Na, szerintem ez elég forró, mert már gőzölök. Akkor beletetted a hagymát, paprikát, mindent, amit felkockáztunk, babérlevéllel egyszerre. Imádom a köménynek az illatát. Én gyakran főzök a mi köményünkből, ahogy te mondtad. Igen. Teát is. Nagyon egészséges, nagyon jó az élettani hatása. Na most, ha egy picit megsózod, most, akkor igen, a hagyma... akkor jobban kiadja nem, a vizet. Akkor a hagyma még jobb, így van. Még jobban szét fog főni. Hát tudod te. Nem tudom, miért szabadkozol, hogy te a hagyományos gasztronómiában nem vagy otthon. Erősen gondolkodtam, amikor jöttem, hogy beiratkozom a főző tanfolyamodra, ugyanis te olyan gyönyörű ételeket készítesz, amiket meg én nem készítek és nem tudok. Hát köszönöm szépen, azért én is irigykedem rád, meg a... Hát ugye téged, neked a Karcsi konyhája, mint ahogy te mondtad, ez egy brand már. Azért nem is károlyozz, nem is károlyozlak, amúgy se akartalak károlyozni, mondjuk. Így ismertelek meg, mint Karcsi. És ez így nekem jó lesz. Apropó a Karcsi konyhájáról, megtalálhatnak téged Facebookon, van egy oldalad, ahol vannak receptek feltéve, most megjelent a könyved, amit én is megkaptam dedikált példányba. Jó, és szorgalmasan azt forgatod időnként. Igen, amúgy... Hát most egy kicsit leálltam, mert nem sok időm volt, de azt mondtam, hogy február 28-áig minden ételt, ami a könyvedben van, azt el fogom készíteni. Tartom magam még mindig az ígéretemhez. 135 recept van, az 135 nap. Lehet főzni egy nap 3-4 aját is. Csodás illata van. És akkor most beletesszük a húst. Azt szerintem az már elég is lesz neki. Ezt addig kell érném, hogy forgassad, kavargassad, ameddig kifehéredik. Gyönyörű ez a sonka. Ugye a hagymát nézve, sonkát nézve már önmagában fantasztikus étel. Illatok már vannak. Szerintem azt lehúzzuk most. Jó. Egy picit várunk vele. Hogy nehogy megégjen a paprika. Igen. Keresem a piros paprikát. Finom. Igen. Kóstoltad? Nem. Így magában nem? Nem. Én annyira nem nagyon szoktam paprikát használni. Nem igazán szoktam paprikát használni. Használom ezt a füstölt paprikát. Fú, én nagyon oda vagyok érte. Én nem. Én úgy vagyok vele, hogy piros paprikát használok, és füstölt sokkal. Hadd induljon az élet. Sózzuk. Tettem bele egy nagyon keveset. Sót? Ja, a hagymára. Igen. De azért még teszünk bele, mert még a krumpli is fog felvenni. Igen, és nem annyira erős, mert egy tengeri só. Az van, hogy ha nagyon sós a sonka, és lepirítod, akkor elviszi az egész étel. És így inkább tartalmas lesz tőle. Én azt javaslom, igen, hogy míg az ott elkezd melegedni, mi addig csináljuk meg a pogácsát. Azt mondod? Ilyen hamar?
Valamilyen... Hát, mert mire az kész lesz, addigra kisül a pogácsa, és akkor a leveshez lehet tenni a pogácsát. Rendben, meggyőztél. Ez az én véleményem. Jól van. Egyébként én általában, amikor főzök és több mindent főzök, én egyszerre csinálok 3-4 dolgot is. Igen, az iskolában mi is, ugye, mert két óra van rendelkezésünkre, és nem tudsz mindent sorba megcsinálni. Két óra? Kettő. Egy vörösboros marhapörköltet akkor nem lehet megtanítani? Nem igazán. Hát az külön óra. Az külön óra. Igen. És kint a szabadban. Igen, tervezünk. Vagy jó csülökpörköltet. Ne is mondd. Szereted? Nagyon. Hát nem látszik rajtam. Na, legközelebb, ha véletlen erre járok, csinálunk egy csülökpörköltet. Rendben. Verhetetlen vagyok benne. Olyan, hogy mixer vagy valamilyen segédeszköz kell neked a pogácsához? Nem használok segédeszközt, az azt mondja, hogy jól van. Akkor... Nem, én kézzel dagasztom be. Kézzel? Nem, én nem szoktam gépet használni, hozzá szeretem érezni a tésztát. Jó, hadd mutassam már meg, úgyis itt van. Ebből a könyvből főzünk, így mutatom meg. Nem tudom, remélem, hogy mindenki látja. És... Hát ezt még mutassam meg. Remélem, nekem is lesz tőled dedikált könyv minél hamarabb. Igen, hát tervben van, nem tudom, hogy mikor, de majd igyekszem. Egyébként akkor már, ha te reklámozod a könyvemet, akkor én meg reklámozom a te weboldaladat, konyha oldaladat. Nagyon igényes lett, tisztult, nekem nagyon tetszik nagyon az oldal. Köszönöm. Szép, tehát egyszerűen gyönyörű az az oldal, és lett tisztult, áttekinthető. Nem egy káosz van benne, mint nagyon sok receptes oldalon. Én azt mondom, hogy tegyük bele most már a sonkát, mert jó. Szépen kezd felfele főnni. Rendben. Nem sajnáljátok, ahogy teszem bele fele? De, én sajnálom. Közben sajnálod? Igen, sajnálom. Figyelj ide, hogy finom lesz a levesben is. Hát ugye a Karcsi konyhája. Receptkönyvből. Kilestem, hogy mik a hozzávalók. Van itt nekünk 30 deka liszt, amit betettünk már egy mixerbe. Aztán hozzátettem a csipetnyi sót, egy kávéskanál, teáskanál sót, ezt mindenkinek az ízlésére bízom. Én egy csipetet szoktam tenni, ami nálam nagyon kevés, épp azért, hogy tényleg kihozza, hogy legyen benne egy kis só, de ha gondolod, akkor még tehetek bele. Tegyek? Tegyem. Jó. Hozzátettem a szódabikarbónát, még? Jó, elég. Úgy, és hozzátettem az őrölt köményt. Mennyi köményt tettél? Hát egy jó nagy kanállal. Szuper. Nagyon szeretem. Én is. Jó. Más hozzávaló kell, lesz még nekünk 3 deciliter alutej, 5 deka vaj, és a tetejére a tojás és a reszelt sajt. Így van. Na, akkor itt minden benne van, akkor hozzáadhatom a... A vajat is, az alutejet A vajat, azt meg kell olvasztani, vagy nem, pedig... Nem, én úgy szoktam, hogy saját magának keverje. Uh-huh. Tehát igaz, hogy én kézzel dagasztom, tehát kézzel belemorzolom. Igen, meleg a keze, tudod, és jobban olva, de igen. Szerintem itt sem lesz probléma. Így sem lesz vele gond, így van. Jó, akkor beleteszem az alutejet. Jó, testes. Jó, de gusztus. Az hány decis? 5. Ne tegyél bele túl sokat. Egy olyan esetben, ha mondjuk több alutej sikeredett bele, akkor még nem tehetek hozzá egy kis lisztet? De, akkor teszünk hozzá egy kis plusz lisztet még hozzá. És ennyi, meg egy pici szódabikarbonát csempészünk még akkor bele, mert ugye a liszt mennyiségéhez az kell. Uh-huh. Tehát látni fogjuk azt majd az állagán, hogy milyen, és ha kell még liszt, akkor egy kis szódabikarbonát meg teszünk hozzá. Értem, hát itt félig megolvadt a vaj, akkor ezt is hozzáteszem. Az már tökéletes lesz. És akkor engedem Marikát dolgozni. Hogy hívják? Marika. Kész csokó Marika. Tegezni lehet Marikát? Lehet. Nagyon hűséges. Nagyon jól dolgozik. Úgy először kicsi fokozaton. És akkor növeljük, hogy ne legyen itt minden liszt. Úgy. Na, akkor én most ezt kiveszem. Egy ilyen lisztezett felületre. Én azt hiszem, hogy jöhet bele a krumpli is. Uh-huh. Tényleg hamar kész lesz akkor. Úgy. Ezt kb. Mennyire nyújtsam ki? Mutasd a kis ujjad. Hát egy kicsit vastagabbra, nem? Megnő ez még? Meg. Hát a szódabikarbona felfújja. Uh-huh. Itt teszünk egy kis lisztet. Másfél kis únyira. Hamar meg is fog sülni. Az a helyzet, hogy én a kerttésztáknál azt tanultam, hogy a kerttésztának egyetlen egy titka van.
minimum 15 perc dagasztás kézzel. És valahogy lehet, hogy még akkor nem voltak marikák, én a kezem által, tehát az, hogy dagasztom, érzem azt, odahaza szemre pakolom össze a hozzávalókat mindig, tehát nem méricskézek, és a kezem által érzem azt, hogy jó az állaga, milyen a tésztája, mennyire ruganyos, mennyire rugalmas. Úgy, és akkor így. Így. Tökéletes. Nem kockázzuk meg, meg ilyesmi, úgyis jön rá a sajt, ugye? Sajtot reszelünk rá, tehát felesleges a kocka. De mondom, igen, hogyha most reszeled rá a sajtot, szaggatás előtt, mi történik? Akkor az történik, hogy amikor szaggatod is, tehát nem fogsz éjjel hullani mellette, és úgy szaggatni ki. Akkor most kenjem meg, és tegyem rá? Én úgy szoktam csinálni, hogy megkenem, rászorom a sajtot, ami kimarad, összegyúrom, és megint. Újból. És az utója az mindig meg sajtos lesz. Jó, hát akkor csináljuk. De ez csak egy javaslat volt, meg tanács. Csináljuk úgy. Na, te recepted? Hát én ezt itt szoktam, nem tudom, hogy te mennyire. Tessék? Nem kell ezt már felverni, vagy ilyesmi, elég, hogyha hát összekenem. Hát én is úgy szoktam, hogy ecsettel elkenem, eldörzsölöm. Jó. Sokkal egyszerűbb így, mint egyesével ott maszatolni szerintem. Igen, igazából. És attól meg nem lesz rosszabb, amikor a kis csülüngőket pedig megint összegyúrjuk. Sajt, füstölt sajtot vettem. Füstölt sajt? Jó, az még finomabb. Na, örülök, hogy ízlik. Ebből mennyi kell? Te sok? Hogy szereted sajtosan? Szeretem. Akkor sok. Jó. Igen. Gusta. Főleg, ha kész lesz. Igen. Azért ekkora adag van belőle, mert én ezt a pogácsát úgy szeretem, hogyha friss. Nem nagyon szeretem, hogyha áll. És ahhoz lett méretezve az adag. Értem. De hát, ha valaki sok pogácsát akar sok vendégnek, akkor lehet, hát duplázni lesz. Kell az adagot. Úgy. Ja, igen. Én még tettem volna egy kicsit. Tessék. Jó, és nem szeretem a kicsi reszelőn reszelni a sajtot. Nem tudom miért, ez egy ilyen fixem. Én kisebben szoktam reszelni. Igen, nekem ez egy ilyen mániám, nem tudom, még ide is egy kicsit. Olyan finom lesz. De most, hogyha megfigyeled, ez tényleg egy nagyon egyszerű recept. Igen, a végeredményt is kóstolod, és az, hogy ezt is tudod variálni, kihagyod a köményt, volt olyan, hogy nem volt otthon sajt, de gyorsan csináljak egy pogácsát, akkor szezámmagot szórtam a tetejére. Vagy kaporra, én kapor. Nagy kapor fán vagyok. Én is. De már ért olyan vált, hogy túl sok kaprot használok. De hát egyszer finom. Kaporból sosem elég. Köményből sem meg. Például szalonosításkor kint a szabadba szoktam, hogy a friss zöld kaprot összevágom teljesen apróra, megterítem vele a kenyeret, és azt locsolom a szalonos zsírjával. Az csak a igen. Kapor. Ettél még finomat. Én egyszer, egyszer Debrecenben láttam egy férfitől, hogy így csinálta. Megkóstoltam, és azóta mindig így csinálom én is. Befújom egy kis vajspréjel, jó? Vajspréje? Vajspréje. Remélem, erre nincs allergiád, mert ennek gőze van. Nincs. Jó. Szeretem a vajat. Hogy? Hú, ebbe se só, se bor, semmi nem kell már. Na, mindjárt én is megkóstolom, csak ezeket beleteszem. Most látod, megért, hogy eljöjjek tanulod. Miért? Ezt a vajsprét, ezt hol szerzed be? Mi ez? Majd megmondom. Van egy online üzlet, ahol meg lehet vásárolni. Nem mindig van nekik, de... Tehát itt kiskereskedelemben nálunk nem kapható. Nem. Aha, értem. Ezt már nagyon sokan lekopintották, ez a saját mondásom, hitvallásom, hogy az ételek minden alkotó eleme egy hangjegy, és ha az ember ügyesen bánik vele, akkor minden étel, ami kikerül a kezek közül, az olyan lesz, mint egy csodálatos dallam. Hú. Ez a saját költeményem ez, és ezt rengetegen vitték már ezt a... De milyen szép, talán. Passzol a zeneiskolánkhoz. Ezt akartam éppen mondani. De tényleg úgy van, hogy ha ismered az alapanyagokat, akkor nem lehet elrontani semmit. Ha megfelelő arányokat, a harmóniát, ha megtalálod az összetevőkben. Én is azt szoktam mondani, hogy egy ételt nem lehet elrontani, csak ha kokszá égeted.
Mert ha elsózod. Ha elsózod, akkor még egy kis vizet hozzáteszel, vagy egy kis tejszínt, vagy egy kis ezt, egy kis azt, akkor még úgy helyre lehet hozni, ehetővé teheted. Hallottam, hogy pityegett a sütő. A pogácsák készen vannak, azokat ki kéne venni, hogy hűljön. És utána... Vegyen veszed. Nehogy megégesd a kezed. Hoppá, vigyázz! Igen. Durva, durva, én már megszoktam. Jó, de gyönyörű lett most csak. Még megrepedezett a teteje. Fúha. Oh. Süt? Mit sütsz, kis szűcs? Igen, igen. Nagyon szép lett. Nagyon. Nagyon jól néz ki. Na, ne gyönyörködjünk, hanem szerintem, kapaljuk a leves. Szerintem a leves is kész van. Akkor kellene vegyük a tejfölt. Igen. A tojássárgáját. Egyet. És lisztet. Egyet. Csinálunk egy tojásos habarást. Ezt átadom neked. Jó, a lisztet kérem először. Jó. Megteszed, hogy egy tojássárgáját ide. Igen. Nekem. Köszönöm. Nagyon szívesen. 2 deciliter tejszín, ugye, ami... Így van. Így van, ezt bele is tesszük mindet, hogy hadd legyen jó krémes, simára kavarom. Itt még egy kis tej. Utána csinálunk hőkiegyenlítést. Igen. És a tej majd a végére jön bele? Nem a habarásba? Nem. Majd az a habarás, miután belekavartom, az utána fog jönni. A hőkiegyenlítést én úgy szoktam, hogy oda feltartom az edényt, egyet bele, egyet ki, egyet bele, egyet ki. Én így szoktam. Nekem az úgy kényelmes és gyorsabb. Én ezt szoktam meg. Kicsit kezd langyosodni az oldal, akkor már jól van. Hát olyanokat nem is kérdezek, hogy te mennyire szoktál otthon főzni, mennyire vagy otthon a konyhában, mi minden meghívottamtól, mert tudjuk, hogy nagyon otthon vagy, nagyon sokat szoktál főzni. Kérdezzek egy kicsit a családodról. Feleséged, gyerek, van egy 2,5 éves, vagy 1,5 éves, vagy nem is? 13,5 hónapos a legkisebb, a legnagyobb meg veled egy idős. Az igen. 25 éves. Ezt komolyan mondod? Igen. Ezt nem is tudtam. Így van, tehát 5 gyerekkel gazdálkodunk, és nálunk van az a helyzet, hogy 2 kapcsolatból, első házasságomból 3 gyerek, 25, az igen. 25 éves Andrea lányom, 23 éves Károly fiam, és a 13 éves Bence fiam, és akkor a második kapcsolatomból ugye van egy nevelt lányom, aki már 9 éves, és a közös gyerekünk a 13,5 hónapos Anita lányom. Szép a kicsi ékszerünk. És tudod, ilyenkor áll elő az a történet, hogy az én gyerekem, és a te gyereked, veri a mi gyerekünket című dolog. Nekem is van egy nevelt fiam, úgyhogy tudom milyen, igaz, hogy közös gyerekünk még nincs, nekem sincs külön, a férjemnek van egy fia, de én nagyon szerettem volna nagy családot, egy ilyen 4-5 fős. Hát ez így jött ki. Amikor én a párommal, akivel együtt élek, összejöttünk Gyöngyvérre, én akkor közöltem vele azt a tényt, hogy az a feltételem, hogy gyereket kell nekem szüljen. És így 45 évesen az igazság, hogy a legnagyobb bűn az lett volna, kihagytuk volna ezt a babát, mert ugye a nagyok már repülnek kifele. Igen. Lassan, és hihetetlen, hogy egy baba, egy gyerek be tudja aranyozni az embernek a mindennapjait. Tehát ha hazamegyek a munkából is valami miatt bosszusan, ránézek már rögtön. Elmúlik minden bánatot. Elmúlik bánatod. Minden. Egyébként belecsempésztem a Igen. legkisebbet a könyvbe is. Jó kis fotók készültek. Konyha tündér kezd lenni. Ez volt, ezt akartam kérdezni, hogy mennyire vették át ezt a főzés szeretetét? Mindegyik gyerek nagyon szeret főzni. Az igen. Sőt, a kisebbik fiam az ilyen iskolai versenyeken nyert helyezést is főzőversenyen. Mindegyik nagyon szeret főzni. A szép. Enni is szeretnek. Kivétel nélkül, mint a legkisebb is már pakolja ki a konyhaszekrényt. Akkor látja, hogy kavarok, akkor neki is már vannak saját kis edényei, ilyen kiszuperált edények. Igen, igen. És akkor már kavargat benne. Úgyhogy enni is szeretnek szerencsére. És a feleséged hogy tűri azt, hogy te ott vagy a konyhában és nem engeded főzni? Nem az van, hogy nem engedem főzni, hanem nálam a főzés az nem egy tervszerű dolog, nem egy megtervezett valami. Tehát
Azzal szoktam poénkodni még, hogy nekem nincs szép énekhangom. Nem tudok táncolni, nem tudok festeni, nem tudok verset írni. Én a művészi hajlamomat a konyhában élem ki. Uh-huh. Tehát az, hogy én főzök valamit, az nekem nem teher, nem gond, nem nyűg, hanem jön spontán, megyek pillanatok alatt, elkészítek bármit, és egyszer élvezem a főzést. Tehát alkotok, én úgy szoktam mondani, hogy alkotok a konyhába. Tehát szenvedély a főzés. Tudom, miről beszélsz. Főleg, amikor látom, hogy nyoma sem marad az ételnek, akkor meg pláne. Igen. Most már beletesszük a tejet is. Nekem pedig ez van kiírva a gasztro oldalamra is, a Facebookra is, hogy attól jobb érzés nincs, amikor tényleg minden elfagyik az asztalról, és mindent fölfaltak és megettek. Attól tényleg semmi jobb érzés nincs. Szerintem most már beletesszük a tárkonyacetet? Így van. Uh-huh. Ugye az ezt elmondom a nézőknek is, ha valakinek netalántán nem lenne tárkonyacete, akkor vesz 2 deci ecetet, hozzáad egy jó kanál tárkonyt, hagyja egy jó fél órát ázni, és megvan a tárkonyacete. Így van. Érzed az illatát? Érzem. Már kiadta. És már... Már nyelek nagyokat. Én úgy szoktam viszonyítani, amikor kreálom, tehát úgy mondom, hogy összecsapom a tárkonyt, hogy ha 10%-os ecet van, akkor körülbelül egy 1/2 decihez szoktam tenni egy csapott tevőkanál tárkonyt. Uh-huh. Ugye ez 5%-os ecet volt, ezért mondtam, hogy 1 decihez tegyünk hozzá, de mindjárt kóstolunk egyet, hogy elég savankás-e. 3 széki tokány leves. Nagyon finom. De gyakorlatilag nagyon egyszerű. Igazából amivel másabb, mint a többi. Tehát készítünk egy pörkölt alapot, beletesszük a kockára vágott krumplit, ugye szokásos, klasszikus fűszerek, babérlevér, só, bors, kömény, igen, ami belekerült piros paprika, ugye hosszú lére megfőzzük, és a végén, amitől másabb lesz, tehát hogy mégis nem egy paprikás krumpli jellege lesz, az az, hogy a habarást egy tojás sárgája, 2 deci tejföl vagy tejszíne, főzőt tejszínnel készítjük, egy púpozott tevőkanál liszttel, és a tárkonyecet adja meg aztán azt a kellemes aromát, valamint a füstölt sonka még bele, amit belecsempésztünk. Így van, úgyhogy jó volt ez az akciósonka. Jó van. És hát, amivel nagyon finom lesz, az a 3 széki pogácsa kenyér helyett. Együtt fogjuk enni? Igen. Azt hittem, hogy desszertnek. Nem desszertnek, tehát a desszertet együtt fogjuk enni, tehát kenyér helyett a sajtos pogácsával. Hú, hát én már alig várom, úgyhogy ne is beszéljük már túl sokat. Kóstoljuk meg. Elérkezett a várva várt pillanat, jól lakhatok végre, mert annyit kóstoltam már, de még mindig nem érzem, hogy nem elég. Úgyhogy én veszem, nem beszélek többet, és kóstolok és eszek. Nagy sóhaj. Én szeretem az ételeknek az illatát is. Nagyon jó illata van, nagyon jó íze van, mint ahogy az előbb, csak még forró, úgyhogy még egy kicsit forró, én nagyon szeretem forrót. Én is, csak összeégetem magam. Nem akarom dicsérni magunkat, de nagyon ügyes vagy, Kinga, nagyon finomat főztél. Pogácsát te csináltad. Én kevertem össze. Nagyon finom. Ezt nagyon ajánlom mindenkinek. Tényleg egyszerű, hamar készen van, a pogácsáról ne is beszéljünk, mert tényleg az pikpak, nem is tudom, fél óra alatt szerintem kész, mert még annyi se kell hozzá. És kezdőházi asszonyok is megcsinálhatják nyugodtan. Igen. Úgyhogy akkor becsempészhetünk egy kis hagyományos konyhát is. Jaj, nem tudok beszélni, annyira tele van szám. Egyén nyugodtan. De nyelek. Az igazság, ha sokat beszélünk, akkor meg nagyon elhűl. Igen. És újra kell melegíteni. De itt az a kérdés, hogy a stábot meddig akarod éheztetni? Hát még egy kicsit. Tehát ez a kínzás része. Jó, hát én ezt ajánlom tényleg a kedves nézőknek is. Nagyon hamar el lehet készíteni, nagyon ízletes, úgyhogy nem bánja meg senki, aki megcsinálja. Kár, hogy az illatokat nem tudok esegetni, de hát ez már ilyen. Jó étvágyat!
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk még egyszer, megtiszteltél jelenléteddel. Nekem megtiszteltetés, köszönöm, hogy itt lettem. A picit idődbe szántál ránk is egy kicsit, aztán este mi még találkozunk, de holnap disznókodunk. Így van, zsűrizünk a kolbásztéri bábba, jól mondtam? Igen, megtanultam végre. Ez csak egy pici adalékot, mondták az ismerőseim, ugye rengeteget zsűrizek különböző gasztronómiai rendezvényeken, hogy úgy irigyellek a kolbász készítő versenyen, fogsz megint kóstolni. De gondoljátok végig, ha van 35 csapat, mindegyikből csak egy centit kóstolján meg, az már mindjárt ott leszünk, hogy egy fél méter kolbász teszik meg az ember. Igen, holnap találkozunk. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Én köszönöm, hogy eljöttél még egyszer, és további sok sikert kívánok mindenben, amit csinálsz. Viszont kívánom neked is, sokat tanultam tőled. Szia! Szia! Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!